Veterán autókkal érkeztek az Egri Régi Járművek Egyesületének tagjai szombaton Kápolnára a Macskaárvaház alapítványhoz, de nem is üres kézzel. Jótékonysági akciójuk keretében felajánlottak egy Youngtimernek számító robogót az alapítvány javára, hogy ezzel könnyítsék meg az önkéntesek munkáját. A robogó az igazából egy 40 év fölötti veterán robogó lett volna, de aztán rájöttünk, hogy itt nem akarnak gyújtást javítani és gyertyát cserélni. Egy 25 éves Aprilia SR robogót kaptak üzembiztos állapotba, tehát bőven használhatják. A robogó kulcsát Kis Norbert 6-szoros magyar bajnok és 2-szeres Európa bajnok kamionversenyző vehette át. Jelenleg is 2 befogadott macska tulajdonosa. Arra szeretné ösztönözni az embereket, hogy felelősen tartsanak állatot. Évek óta önzetlenül segíti az alapítvány munkáját, és ő is menti a bajba került állatokat, segít a szállításban és a gondozásban, amiben nagy segítség az új jármű. Minden segítség jól jön, és hát ugye a mobilitás ez egy nagyon fontos dolog, amivel kapcsolatban ugye régebben sokszor problémával küzdöttünk, de most már szerencsére az ilyen és ezt hasonló felajánlásoknak köszönhetően egyre kevésbé, úgyhogy nagyon jó, nagyon-nagyon köszönjük szépen. Szép példaként értékelte a 2 civil egyesület összefogását Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő. Hozzátette, a kormány egyik célja a felelős állattartás és a társadalmi szemléletváltás erősítése. A magyar kormány 2010 óta több mint 3,4 milliárd forintot fordított állatvédelemre, ami vonatkozik a házi kedvencekre és a haszonállatokra egyaránt. Fontos eredménye az elmúlt időszaknak az, hogy külön soron szerepel a költségvetésben az állatvédelem, valamint az is, hogy a büntető törvénykönyv szigorodott, így már az állatkínzás az letöltendő szabadságvesztéssel is büntethető, illetve fenyegethető. Az átadó végén a vendégek körbejárták a Macskaárvaházat és kipróbálhatták az oldtimerekkel érkező veterán autósok járműveit.